A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Immáron januárt írunk 2023-ban, én azt gondolom, hogy ez egy fontos esztendő lesz, rendkívül fontos. Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni a mai vendégemmel, annál is inkább, hiszen 2013-ban, tehát 10 esztendővel ezelőtt, 30 esztendővel a járási rendszer megszüntetése után tehetett esküt, jelesült december 17-én 2013-ban Budapesten a járási hivatal vezetője Dancs Norbert. Tisztelettel köszöntelek. Köszöntelek én is, és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. A tegeződésről annyit, hogy kb. 1000 éve ismerjük egymást, és ezért döntöttünk úgy. No, nem akarok visszamenni ezekre a régi időkre, de akkor, amikor a járási hivatal megalakult, ez már nagyon-nagyon várható volt. Mégpedig azért, mert hogy a hivatalok olyan feladatokat látnak el, ami azt hiszem, hogy példaértékű egyik oldalról, általában az embereket nem szeretnek ügyeket intézni, az bizonyos. Viszont olyan alapvető feladatokat kaptak meg a járási hivatalok, amelyek azt hiszem, hogy rendkívül fontosak, hiszen az okmányiroda feladatait, a gyermekvédelem, gyámügy, szociális, környezet és természetvédelem, igazgatási ügyek a településektől. És ez azt hiszem, hogy mindenkit megnyugvással tölthetett el, hogy olyan szakmai referenciával rendelkező emberek kerültek a hivatalokba, akik ezt megoldották. No de, egy kicsit menjünk vissza az elmúlt esztendőkre. Ugye 2 évvel ezelőtt az online térben azt hiszem, hogy nagy kihívás volt teljesíteni ezeket az alapvető feladatokat. Hát elsőként azért mondanám, hogy jó lenne visszamenni az időbe, azért jó néhány dolgot máshogy csinálnánk a kollégáimmal, no persze, hogy összességében azért rendben van minden, csak hát a tapasztalat azért sokat számít. Igen, 30 év után alakult meg újra a járás. Amikor felkértek a feladatra, akkor városi vezetőkkel, polgármester úrral, jegyző úrral egyeztettünk, hiszen teljesen jól mondtad, a hatásköreink nagy része az a városoktól és a települési önkormányzatoktól érkezett. És azt is jól látod, hogy kihívás volt megoldani azt, hogy azok a lakosok, akik nem Fehérváron élnek, hiszen a járás, nyilván a központi épülete itt létesült Fehérváron, azok az emberek, nyilván a szépkorúakra gondolok, akik nem járnak be minden nap rendszeresen dolgozni a városba, ők ne érezzék ezt kényelmetlennek, ne érezzék ezt nyugnak, ne lássák azt, hogy ő nekik egy olyan plusz feladat, egy plusz utazás jött a közigazgatás átszervezése véget, amire nem tudnak felkészülni. Ezért párhuzamosan ott hagytunk embereket, nyilván nem állandó jelleggel, ügysegédeknek neveztük őket, általában ők maradtak ott, akiket a települési önkormányzatok adtak. Ugye, ha már itt tartunk, az önkormányzatoktól, ugye a kormányablakot említetted, akkor még okmányiroda kollégáként érkeztek hozzánk, a gyámügyi kollégák érkeztek teljes egészében, a többi kollégák pedig az önkormányzatok által átirányított kollégákból tevődtek össze, akik nem minden esetben látták el azokat a feladatokat, amit korábban. De sikerült őket átformálni, megtanulták a jogszabályok alapján az új feladatokat, és ugye említettem ezt az ügysegédi rendszert, megoldottuk azt, hogy nem kellett bejárni hozzánk, hanem ott ugyanúgy leadhatták a kérelmeiket, és azt behozták a kollégáink. Ez olyan szépen kialakult ez a rendszer, hogy gyakorlatilag a mai napra, 10 évvel utána már eljutottunk oda, nyilván itt takarékossági megfontolások is vannak benne, hogy az ügysegédeink már nem járnak oda, hanem természetesen az önkormányzatokkal, akikkel a mai napig én úgy gondolom, hogy mellérendeltségi viszonyban dolgozunk, az ott dolgozó kollégákkal olyan korrekt és jó a viszony, hogy ők el tudják venni ezeket a kérelmeket, tudják pótolni a kérelmi nyomtatványokat, segítenek a kitöltésben. Ha valamelyik ügyfélnek fontos, hogy mi hamarabb bekerüljön hozzánk, akkor pedig a polgármesterek, a jegyzők ugye eljuttatják hozzánk akár másnap. Jól láttad az online teret is, ugye ez a személyes kapcsolattartás, amely ugye megmaradt ott helyben a településeken, kialakult itt Fehérváron, az összes olyan osztályunknál, amely bekerült hozzánk, illetve az időközben okmányirodákból kormányablakokká váló ilyen zöld sál és zöld nyakkendő, ami jellemző ránk,
kevernek minket néha az OTP-vel és a postával, de ezért természetesen ez csak poén volt, tudják, hogy hova kell jönni. Megjelent ez a lehetőség is. A kormányablakokban nem csak a kormányhivatalnál lévő feladatkörök, hanem más társ szerveknél lévő kérelmek is leadhatóak, NAV bevándorlási ügyek, tehát van lehetőségünk. No, itt nem arra kell gondolni, hogy a kollégáink mindenhez értenek, hanem ezeket az ügyeket csak elveszük, a kérelem nyomtatványokat segítünk kitölteni, és a megfelelő helyre, ugye ez a front office a kormányablaknál, a middle office rész átjuttatja a megfelelő hivatalhoz, megfelelő osztályhoz, ahol a back-office-os kollega megoldja a közigazgatás döntését, határozatot vagy végzést, amelyet aztán eljuttatunk az ügyfelekhez. Itt jön be az, amit említettél, online tér, elektronikus közigazgatás. Igen, én most a kettősséget mondom, hiszen az online az egyik oldalról a 21. század vívmánya, amihez hozzá kell szokni az állampolgárnak. Ha viszont kötelező, mint a koronavírus járvány idején, az rendkívüli terhet ró, és akkor itt jön be az, hogy egy szakigazgatási szerv miként tud megbirkózni ezzel a feladattal. Én azt gondolom, hogy nekünk már a járási hivatal munkáját ismerve nem lehet okunk panaszra. Köszönöm, hogyha így gondoljátok. Természetesen csak is kizárólag a kollégáim és a kiváló osztályvezetőimnek köszönhető. Nagyon jó társaság volt mind a 10 év alatt. Sajnos néhányan elmentek, de nem haraggal. Más feladatokat látnak el, de a mai napig, ha találkozunk, hogy visszajönnek hozzánk, akkor pozitívan emlékeznek. Kiváló kollégáink fordultak meg. Voltak itt a Honvédséghez vittek, hiszen ott egy olyan fejlesztés kezdődött, ahol miniszter úr, Benko miniszter úr elmondta, hogy a legjobb szakembereket szeretnék oda csábítani. Büszkén mondhatom, hogy tőlünk is mentek át. Elengedtük őket, és természetesen ez jól esett nekünk is, hogy kiváló szakemberek voltak. Az online térre visszatérve valóban megjelent közben. A fiataloknál úgy látjuk, hogy a telefonról, a számítógépekről történő hatóságügyintézés az pikpak megy, tehát nagyon jó az irány, de természetesen azért vannak még olyan állampolgárok, akik a hagyományos papíralapú kérelem nyomtatvány jelentik, vagy azt mondják, biztosítják előnyben. Én azt gondolom, hogy tehát egy kicsit, hogy csapatot kell építeni. A közjó szolgálatát választó ember számára természetes kell, hogy legyen, hogy mindent az ügyfélért tesz, természetesen a jogszabályok mentén. Tehát ennek tükrében sikerült a csapatot kialakítanod az elmúlt 10 esztendőben, vagy ez, ugye ez egy folyamat? Jó a kérdés. A 2013-as év az abszolút hirtelen és gyors építkezésről szólt. Természetesen mindent megkaptunk, minden segítséget polgármester úrektől és az önkormányzattól, és hogy mondjam, hogy önkormányzatoktól. Hiszen az akkori, előbb már említett humán erőforrás mellett a tárgyi eszközállomány is az önkormányzatoktól érkezett. Ebből kellett nekünk ott néhány nap leforgása alatt egy működő hivatalt, hivatali struktúrát létrehozni. Itt a különböző helyről érkező tapasztalt kollégák nagyon-nagyon sokat segítettek. A csapatépítés itt hamar megtörtént, mindenki nagy jelennel beleállt a munkába, mert hogy egy új dolog, egy régi új dolog alakult. Csak zárójelben említeném meg, hogy felvettük a kapcsolatot a 83 melletti járási hivatal dolgozókkal, hiszen 83. december 31-én szűntek meg, úgyhogy ők is nagyon jó anekdotákat mondtak, nagyon jó hangulatú újranyitást csináltunk, talán emlékszel még rá, igen. Az ő társaságunkban nagyon jó sikerült, nagyon jó hangulat volt, kizárólag szakmai alapon, nagyon jó sztorikkal vidítottak fel minket, és tényleg egy jó kezdés volt. Az akkori kb. 200-as létszám után 16-17-es évben egy 600 főre duzzadt hivatalt kellett vezetni osztályvezető kollégáimmal, illetve hát akkor főosztályi struktúrában működött a hivatal, úgyhogy főosztályvezető és osztályvezető kollégáimmal. Itt jön az be, hogy ez egy folyamat volt. Az elején volt egy nagyon gyors építkezés, utána ugye azzal a 6-8 osztályos struktúrával működtünk, majd utána Lázár miniszter úr döntése és elképzelése értelmében felduzzasztották a megyeszékhely szerinti járási hivatalokat. Ugye a klasszikus elsőfokú közigazgatás itt történt.
természetesen megmaradtak a más járáshivatalok is, de egy kevesebb, kisebb osztály struktúrával, úgyhogy akkor igazán érezhettük, hogy nagyok vagyunk. Ez a jó néhány év lehetőséget adott arra, hogy egy nagyobb szervezet, egy 600 fős szervezet vezetésével birkozzunk meg a vezető kollégáimmal. Szép volt, jó volt, aztán utána pedig az újabb átszervezés után, pedig mostani időszakra, a 10. év végére pedig megint a kezdés létszámát értük el, tehát körülbelül 200 fő. Ez rendkívüli kihívás egyik oldalon emberi és szakmai is a hivatal vezetőnek. Miként birkoztál meg ezzel, hiszen én azt gondolom, hogy az a 22 település valamennyi állampolgára a hivatkozási alap tulajdonképpen, hiszen egy új struktúrát megszokni számukra, és akkor mindig a hivatalvezető az elsődleges célpont, ha úgy tetszik. Tehát ez nyilván neked is kemény időszak volt, az első időszak, hogy felépíts valamit, ami aztán működőképes legyen és elfogadott. Most mondom ki azt a szót, amit te már korábban használtál, de akkor ezzel nem éltem. Én a csapatmunka híve vagyok maximálisan. Tehát a közigazgatás nem egyéni játék, csak csapatban működik. Az én példaképeim, akik korábban a 70-es, 80-as, 90-es években a közigazgatásban dolgoztak, ők mindezt hallották. Tőlük ezt tanultam. Az iskoláimban is ezt hallottam meg a tanáraimtól. Azt szoktam mondani, nagyon egyszerű a példa, hogyha ha én hiányzok, mert elmegyek szabadságra, ez a hivatal bármelyik osztálya, bármelyik részlege ugyanúgy működik. Ha ez fordítva van, és a kollégáim nagy része nem jön be, akkor nagyon nagy bajba lennék. Úgyhogy én csak a csapatmunkámban hiszek, kiváló segítőink voltak, mindig éreztük végig, és itt utalnék arra, említetted már most már 25 település alkotta a járást, hogy azok a polgármesterek, azok a jegyzők, akiket én korábban a jegyzői pályámról ismertem, gyakorlatilag tényleg mindegyik ismertem, ahol esetleg elmentek nyugdíjba és újak nyertek a polgármesteri pályázatokon, rögtön igyekeztem elsőként gratulálni és megkeresni őket. A mellérendeltség viszony itt is ki volt hangsúlyozva. Hát gyakorlatilag ismertek, elfogadtak, nagyon könnyű volt. Sokan mondják, hogy nekem van egy olyan stílusom, amellyel gyorsan kapcsolatot tudok teremteni, de ez még önmagában kevés. Ez ott vannak a kiváló szakembereink, osztályvezetők és a kiváló kollégák, akik aztán a szakmát hozzáadják, és a Fejér megyei kormányhivatal szlogenjét, a miben segíthetünk szlogen, csak velük tudjuk megvalósítani. A közösségi lét nagy kihívás, egy közösségi létet pozitív irányba terelni. És azt gondolom, hogy ez a személyes szakmai pályafutásod során is kihívás. Miként vélekedett, és 24 órás feladat tegyük hozzá, miként vélekedett erről a családod? Nyilván nem a kulisszatitkokat szeretném én most megfejteni, de hogyan lehet egyensúlyt teremteni egy 24 órás szakmai kihívás munka mellett a családra? Hát lehet, hogy most telefonos segítséget kellene igénybe vennem, és fel kellene hívnom a feleségemet, mert hát nyilván minden, hát hogy mondjam így, hogy sikeres ember mögött a feleség egy nő, egy hölgy áll. A feleségem nagyon nagy részt vett ki a gyermekeink nevelésében, de azért megkaptam én is a feladatokat, ő is a közigazgatásban dolgozik, úgyhogy rendesen tud irányítani, úgyhogy rendesen azt a szabad időt, amit ugye a munka előtt tudta és utána látott, azt kitöltött munkával. Igen, 24 órás volt valóban, többek közt a Helyi Védelmi Bizottsági feladatok miatt, amelyet 2013-ban Bakondi úr és kollégái szakmai munkája során alakítottak úgy, hogy a járási hivatalok, egyben a Helyi Védelmi Bizottságok összegyűjtő szerepét is megkapták. Tehát valóban, hogyha olyan katasztrófa helyzet vagy káresemény történt, akkor nálunk igen megcsörlenhetett a telefon éjszaka is. A család nem, hogy negatívan érezte, én úgy gondolom, hogy pozitívan érezte ezt a pörgést, mert én belőlük merítettem erőt. Hát az, hogy sajnos ez a 10 év ilyen hamar elment, azt nyilván látom, hogy szemüveget kell már hordanom azon is, de látom azon is, hogy a gyermekeim minden évben növik ki a nadrágjukat, és újat kell vásárolni, és az óvodák
elhagyása után, mert már az általános iskolában vannak, és annak is már némelyik a vége felé. Úgyhogy, és amiben látom, hogy a négy gyerekünk közül három élsportoló, tehát versenyszerűen, bocsánat, az él az túlzás, versenyszerűen sportol, és ott viszont látom, hogy mindig melyik U8, U10, U14-es korosztályban, tehát itt látom az időt. Magunkon azért nem veszük észre, mert a nagy család és a munka mellett az idő oly gyorsan pörög, hogy akkor csak emeljelekből látom azt, hogy megy az idő, de én úgy gondolom, majd addig jó, amíg ez így van. Tehát a lépéstartás a legfontosabb. Ugyanakkor a lépéstartást, most ezt a fogalmat egészítsük ki azzal, hogy számtalan olyan jogszabályi változás történt az elmúlt időszakban is, amivel valóban lépést kell tartani, alkalmazni kell, megtanulni, és nyilvánvaló, hogy az állampolgárok ügyeit ennek tükrében intézni. Ez is napi feladat, ugye? Így van. Nagyon jól látott, szerkesztő úr. Az a közszolgálati egyetemi háttér, amely a folyamatos képzésünket biztosítja, a kollégáim folyamatos képzését. Itt egy pontrendszer van, megvan, hogy minden kollégának egyébben hány új tantárgyat kell felvenni, abból vizsgázni kell, dolgozatokat készíteni. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól ki van dolgozva. Itt nem arra megy a játék, hogy valakit kitúrjunk a pályájáról, hanem hogy, ahogy említetted, szinten tartsa a tudását. Mondom, a közszolgálat egy kimondottan jó szakmai alap erre, jó képzéseket tartanak egyrészt Budapesten, másrészt pedig itt Fehérváron, hiszen ez egy nagy város, itt a tanfolyamok jó része lebonyolítható. Ez a fő bázisunk, és amellett pedig minden vezető nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a jogszabályokat, ami egyébként igen gyakran és gyorsan változik, ugye említettem már itt a létszámadatokat, az is azt mutatta, hogy ez alatt a 10 év alatt azért egy minimum kétszer átalakultunk, egyszer felfelé, egyszer pedig egy kicsit vissza. Úgyhogy ezzel lépést tudtunk tartani, de összességében az egész kormányhivatalt, a Fejér megyei kormányhivatalt tekintve volt a legtöbb mozgás. Tehát azon belül voltak rendeződések, szervezeti struktúrális átalakítások, és tekintettel arra, hogy nálunk a kormányhivatalnál egy igen jó kollegális viszony van, az, hogy most ki hova tartozik, az másodlagos kérdés. A legfontosabb az, amit az előbb már mondtam, hogy az ügyfeleink elégedettek legyenek, tudjunk nekik segíteni gyorsan, hatékonyan, érezzék azt, hogy az adófizető pénz, ami az ő pénzük is, befizetett pénzük, az olyan helyre kerül, ahova ők, ha betérnek, akkor ők a luxust, a kényelmet, a segítőkészséget lássák. Ez az alapvető elvárásom egyébként. Lehet nemet mondani természetesen a jogszabályokra hivatkozva, de akkor rögtön mondjunk egy olyan alternatívát, hogy abban a kérdésben így nem tudunk segíteni, de milyen egy, vagy két, vagy három lehetőség van, a közül próbáljon megválasztani. Erre mindig nagy hangsúlyt fektetünk. Úgy nem küldünk el senkit, hogy ezt így nem lehet. Igen, hiszen azt mondják, hogy ugye ez nem szakma, ez hivatása, hogy tetszik a közigazgatás, nem az arany, és nem a nyitja, rabja teszi a kalitkát, ez a titka, mondaná Utasi József barátunk. Milyen esztendő vár ránk? Tudom, hogy egy hivatalvezető nem jó semmiképpen sem. De én azt hiszem, hogy az orosz-ukrán háború, a gazdasági válság, recesszió, infláció mind-mind rányomja a bélyegét. Nyilván nem a hivatal munkájára ugyanakkor, de a felelősség egyre nő, hiszen olyan állampolgári problémák kerülnek majd látókörbe, ami megnehezíti a munkát, és akkor itt kell az empátia, természetesen a jogszabályok mentén. Igen, ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés. Óvatosan kell válaszolni, hiszen sejtésekre nem lehet alapozni. Az elképzelhető, hogy bizonyos osztályainknak meg fog növekedni a feladata, remélem csak nagyon-nagyon rövid időre. Ezt így sejtelmesen mondtam. Bízunk benne, hogy azok a Fehérváron igen nagy számban jelenlévő multicégek azok itt maradnak, és nem lesz semmi probléma. Nyilván az időközben a kis-középvállalkozások száma is megnövekedett Fehérváron, ők is nagyon várják a jó szakembereket. És a legfontosabb az, és remélem, hogy ezért lesz jó a sejtésünk, hogy itt a foglalkoztatási osztály adatait folyamatosan látva, az elmúlt időszakban nem az álláskeresési támogatások volt, arra fektettük a fő hangsúlyt, hanem éppen ellenkezőleg arra, hogy az itt dolgoztató cégeknek munkaerőt szerezzünk, csoportosítsunk át, közvetítsünk, toborozzunk, és ez jó előjel arra, hogy
kevés volt eddig a szakember, remélem, hogy ez marad ugyanígy, tehát lesz mindenkinek, aki dolgozni szeretne, munkája. Nagyon jól látható volt a családtámogatási rendszer mellette. Gyakorlatilag amerre nézünk, a családosok az otthonfelújítási támogatást kihasználva szebbé tették az otthonaikat. Ezt is láttuk. Vagy a kérelmeket a kormányablakban adták le, adják le folyamatosan az elmúlt év végén. Nagyon-nagyon jó volt látni azt, hogy ez a 3+3 milliós támogatás ez jó helyre került. De ugyanakkor jó volt látni azt, hogy az óvodák, az iskolák, a járáson belüli településeken nem csak úgy újak épültek óvodába, bölcsödébe, hanem az iskolák bővültek, tantermekkel kellett bővülni. Az látható, hogy az a családtámogatás, aminek mi része voltunk, ugye, járási hivatal szintén, láttuk az adatokat, segítettünk ezeket igénybe venni, az beérkezett, ott van, beépült. Jó, jó ezt látni, és bízom abban, hogy az elkövetkező évben ezt ugyanúgy minden család, amilyen szeretettel felépítette, tudja használni egészségben, a munkahelyeket megtartva, és tud akár egy következő családtámogatást várva bővülni, szebbé tenni az otthonát. Nos, hát ezt kívánom én is minden járásivat, és minden állampolgárnak, és minden televízió nézőnek természetesen, aki figyel bennünket, és hát ugyanezt kívánom a Dan családnak, lelked jobbik felének, 4 gyermekednek, és természetesen neked is, és hát megköszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm szépen a meghívást, minden kedves televízió nézőnek boldog új évet kívánok, és remélem, hogy ugyanolyan pörgős lesz, mint az elmúlt év, a legutóbb említett támogatások és építkezések, óvoda, bölcsőde építkezések miatt, mert azért egy dolgot szeretnék a végén elárulni, nagyon sok átvágott szallag van az irodám környékén és a folyosón környékén, mint az elmúlt 10 évben átadtunk létesítményt, de legjobban mindig az óvodát, meg az iskolát szeretem, meg a bölcsődét, mert ott a jövőt látom, azt a jövőt, akiért nekem és a kollégáinak érdemes volt dolgozni, és értelmes lesz bármikor. Így van. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések sorában Dancs Norbert, Fejér megyei járási hivatal vezetője volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.